Jó napot kívánok, Wolf Nagy Tünde vagyok, a térképet látják. Már is mutatjuk, mit kínálunk a mai adásban. Székelyföldért megmozdult a világ magyarsága. Szimpátia tüntetések Európában és Észak-Amerikában. Erősödő nacionalizmus Szerbiában. A temerini magyarokat ért támadások a belgrádi politikát és közhangulatot tükrözik. Zenével a tudásért. Roma rapperek kampányolnak a cigány gyermekek oktatásáért Csehországban. Marosvásárhelyen a szervezők becslése szerint 30 ezres tömeg tüntetett az autonómiáért március 10-én a Székely Szabadság napján. Ez a megmozdulás az elmúlt évek egyik legnagyobb tömegrendezvényének számít Székelyföldön. Az önrendelkezés igény nyomatékosítása mellett tiltakoztak a Székelyföld érdekeit sértő román régió átszervezési elképzelés ellen, és kérték, hogy a román kormány vessen véget a közösségi szimbólumok üldözésének. Zászlóerdővel érkeztek az emberek Székelyföld és Erdély számtalan településéről a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművéhez. Tüntetni jöttünk az autonómiáért és az önrendelkezésért. A jogainkért ugye általában. Ha a családok otthon autonómiába önként el tudják költeni a saját kis költségvetésüket, akkor gondolom, hogy tömbbe is ez jó. A főszervező Székely Nemzeti Tanács március 10-ét a Székely Szabadság napjává nyilvánította. Ezen a napon és ezen a téren végezték ki 159 évvel ezelőtt, 1854-ben a Habsburg ellenes összeesküvésben résztvevő három székely mártírt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy évben legalább egy olyan nap legyen, amikor Székelyföldön minden ember, aki valamit is tenni akar az autonómiáért, ezt közösen ki tudja nyilvánítani. És erre a legmegfelelőbb hely a Marosvásárhelyi Postarét. Ma a szabadságigény kinyilvánítása Székelyföld területi autonómiájának követelését jelenti, hangsúlyozták a szónokok a tüntetésen. Szerintük a megmozdulás hatékony válasz lehet arra a bukaresti elképzelésre is, amely az idénre tervezett közigazgatási reform során Székelyföldet román többségű régióba sorolná. Megfogalmazzuk világosan a nagyvilágnak, még egyszer mondom meg Románia kormányának, hogy mi önrendelkezést akarunk, és Székelyföld fel nem osztható, fel nem darabolható, csak is egységes, egészként önálló, többlethatáskörrel rendelkező régióként képzelhető el. Karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Tőkés László beszédében kiemelte, hogy Székelyföld autonómia törekvésének tükröznie kell Erdély egész magyar közösségének érdekeit, a partiumi önrendelkezési elképzeléseket és az erdélyi magyarság kulturális autonómiáját. Soha nem szabad önmagában egyediségében látni a székely autonómiát, mindig kontextusban kell látni. Az egész romániai magyarság, az egész magyar kis társadalom különböző autonómia formáinak a részeként a legfontosabb a székely autonómia kontextusban, összefüggéseiben. Ilyen szempontból elsikkadt az erdélyi autonómia. A marosvásárhelyi tüntetést az RMDSZ ellenzéke szervezte. A főszervező Székely Nemzeti Tanácsot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt segítette. Az RMDSZ hivatalosan nem vett részt a rendezvényen. Több szónok is elítélte az RMDSZ vezetését, amiért nem vállalt közösséget az autonómia tüntetőkkel, pedig, ahogy fogalmaztak, a résztvevők jelentős része RMDSZ szavazó. A szövetség székelyföldi politikusai magánemberként jöttek el. Félelemre nem lehet jövőt építeni, és meggyőződésem, hogy szükség van egy értelmes munkamegosztásra ahhoz, hogy eredményesen tudjunk előre jutni. Ez egy nagyon nehéz év az erdélyi magyar, a székelyföldi közösség számára, hiszen alkotmányt akarnak módosítani, régiókat szeretnének átszervezni. Nekünk nem mindegy, hogy olyan régióban fogunk-e élni, ahol mi dönthetünk a saját ügyeinkről, vagy mások fognak dönteni a fejünk fölött.
Az autonómia tüntetést a Katalán Demokratikus Konvergencia párt képviselője is köszöntötte. Azt mondta, közel érzi magát a székelyekhez, és meggyőződése, hogy az ehhez hasonló békés megmozdulások közelebb visznek a célhoz. Úgy gondolom, optimistának kell lennünk. Persze nem kell elveszítenünk realitás érzékünket sem. A helyzet nehéz és bonyolult, de azt hiszem, hogy az itt megjelenő vágy, ennyi ember közös akarata az autonómia iránt előbb vagy utóbb teljesül. A rendezvény zárásaként zászlós és fáklyás tüntetők a székelyvértanúk emlékművétől Marosvásárhely főterére vonultak. A tüntetés szónokai ott adták át a prefektúra képviselőjének a közfelkiáltással elfogadott petíciót. A szervezők úgy érzik, a sikeres demonstráció új fejezetet nyit az autonómiáról szóló vitában. Erős nyomatékot adtunk annak a petíciónak, amit a kollégáim itt átadtak a kormány megbízottnak. Nem lehet ezt a kérdést, a székelyföld autonómiája kérdését, a székelyföld feldarabolását már nem lehet napirendre tűzni, mint ahogy azt hiszem, hogy komolyan ellenzik azt, hogy az autonómia csomagot hogyan is tálalják ezután, és én nagyon remélem, hogy sikerült egy új kezdetet elindítani, ami arról fog szólni, hogy érdemben tudunk a többség és kisebbség az autonómiáról beszélni. A kormánynak címzett beadványban a területi autonómiai igény kinyilvánítása mellett azt is követelik, hogy a küszöbön álló román közigazgatási reform során a 8 történelmi székből álló Székelyföld alkusson önálló régiót, és hogy a román hatóságok szüntessék be a székely jelképek üldözését. Székelyföldért megmozgatták a világot. A marosvásárhelyi autonómia tüntetéssel párhuzamosan Budapesten és Európa, valamint Észak-Amerika több városában is szerveztek szimpátia megmozdulásokat. Münchenben is körülbelül 250-en gyűltek össze a román főkonzulátus előtt, hogy transzparensekkel és főként hangos szóval követeljék az autonómiát a székelyek számára. A bajor fővárosban még az időjárás is a székelyek ügye mellé állt, mert napsütés várta a délutáni tiltakozó akcióra érkező tüntetőket. A szél is alig, hanem csak azért támad fel időnként, hogy meglobogtassa a székely zászlókat, amelyekkel a résztvevők a román főkonzulátus előtti téren gyülekeztek. A legtöbben ugyan Münchenből és környékéről jöttek, de voltak olyanok is, akik Regensburgból vagy Stuttgartból érkeztek. Budapesti lakosként most Münchenben tanulok itt, és otthon az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség tagjaként mindig is fontosnak éreztem, hogy a magyar kötődést, a magyar összetartozást erősítsük, és úgy gondolom, hogy egy ilyen székely autonómia tüntetés mindenképpen fontos itt is, akármennyire legyünk távol is a hazánktól, Magyarországtól vagy Erdélytől. A szervezők két rendőr kíséretében átmentek a román főkonzulátushoz, amelynek emeleti ablakából folyamatosan filmre vették a tüntetést, és megpróbáltak átadni egy petíciót. Ebben szerették volna emlékeztetni a bukaresti kormányt azon ígéretére, hogy a területi reformot csakis az érintett lakosság teljes egyetértésével hajtja végre. A petíciót azonban nem tudták átadni, ezért a román nyelvű levelet bedobták a főkonzulátus postaládájába. Helsinkiben mínusz 10 fokos hidegben vonultak a román nagykövetség elé az észak-európai magyarok képviselői. Azt kérték, hogy a román állam a kisebbségi jogok európai normáinak betartása jegyében fogadja el és támogassa a székely autonómia törekvést. A román nagykövetnek címzett levelüket azonban senki sem vette át. Ezzel is azt akarjuk kifejezni, hogy székelyek bárhol élnek a világon, együtt éreznek. A stockholmi tüntetők azt is követelték, hogy a román hatóságok Erdélyben azonnal szüntessék meg a székely jelképek üldözését és a magyarul beszélő emberek zaklatását. Bécsben 4-500 résztvevője volt a székely autonómiáért szervezett demonstrációnak. Ausztria több pontjáról, valamint Sopronból érkeztek tiltakozók, akik petíciót és egy kis székely zászlót adtak át a követségen. A petícióban azért tiltakoznak, mert szerintük el akarják üldözni a székelyeket otthonaikból. Most, hogy a határok nyitva vannak, most megpróbálják elüldözni, tehát most inkább erre megy ki az egész dolog. Aztán éppen ezt akarjuk megakadályozni, hogy ez ne történjen meg. Valahol a magyarságunk bölcsője Erdély, tehát közösen kell megvédjük, közösen kell tegyünk érte, hogy ez ne tudjon megtörténni.
Brüsszelben mintegy 30-an tüntettek a román nagykövetségnél. A demonstráción a belgiumi magyarok szövetségének vezetője egy levelet olvasott fel, amelyben azt kérték José Manuel Barrosótól, hogy lépjen fel a székely autonómia érdekében. Reméljük, hogy Románia vagy azok az európai elvek fognak érvényesülni, miszerint az EU a lényüket nem kijelöli, hanem a létezőket elismeri. Autonómia! Autonómia! Észak-Amerikában, Clevelandben, Los Angelesben, New Yorkban és Washingtonban is tüntettek a székely autonómia ügye melletti szolidaritás jegyében. Mindenki, akiben magyar szív dobog, az itt volt. Megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek, ha baj van, megmutatjuk, hogy egy a nemzet, egy vérek vagyunk, és kiállunk egymásért, kiállunk saját magunkért, a saját ügyünkért. Ha szükséges, akkor minden nap. Kanadában, Ottawában és Torontóban is demonstráltak. Mindkét városban a román külképviselet elé hirdette meg szolidaritási megmozdulását a Székely Magyar-Kanadai Egyesület. Ennek a tüntetésnek két célja van. Egy, hogy az autonómia ügyében előrelépés legyen. Kettő, hogy a székelyföldet ne engedjük, hogy feldarabolják úgy, ahogy ők azt beolvasztani akarják a többi nagyobb román területekhez. Számomra fontos a székely autonómia, mivel Székelyföldről származok, és mivel még hogyha külföldön is élek, amikor hazamegyek, Székelyföldre akarok menni. Fontos az embereknek, akiknek ott laknak, akinek tradíciójuk és kultúrájuk van, és ezt nem szabad megszüntetni. Autonómia Székelyföldnek! Londonban a rendőrség nem engedte a román nagykövetség elé a tüntetőket, mert az magánterület. A mintegy 120 tüntetőt ezért egy közeli utcába terelték, ahol egy kordonnal elkülönített területre irányították őket. A demonstráción felolvastak egy nyilatkozatot, amely szerint Székelyföld autonómiája nem sértené sem Románia területi integritását és szuverenitását, sem a Székelyföldön élő román nemzetiségű polgárok érdekeit, sem a román alkotmányt. Erősödő nacionalizmus Szerbiában. A temerini magyarokat ért támadások a belgrádi politikát és közhangulatot tükrözik. Zenével a tudásért roma rapperek kampányolnak a cigánygyermekek oktatásáért Csehországban. Fénylő aranytárgyak, csillogó drágakövek, márványmelszobrok, újra látogatható a bécsi kincstár. A Vajdaságban az utóbbi időben elszaporodtak a magyarokat ért atrocitások. Karácsony óta 5 esetben támadtak meg magyar fiatalokat szerbek. Az esetek általában Szabadkán, Óbecsén vagy Temerinben történtek, ahol jelentős számban élnek magyarok. Szerbiában az erősödő nacionalizmus az ország északi részén mindig szabályszerűen Temerinben mutatkozik meg. Az idén alig 2 hét leforgása alatt 2 ízben érte már támadás az ott élő magyarokat. Legutóbb 3 kiskorúba kötött bele egy 10 fős szerb csoport, azért, mert magyarul beszéltek. A magyar fiatalok a támadások elől futásnak eredtek, és egyikőjük családi házába menekültek. Az osztálytársamnak a fiát is éppen jó megverték, meg minden, az is maga ment, szegény gyerek az utcán elkapták, jó megverték. Az ember ilyenkor föl van háborodva ezen, meg... De még az emberre ez meg nem történik, talán föl se fogja ezt az egész mindent, ami itt történik Temerinben sajnos. Bevett szokás szerint az igazságszolgáltatás általában nemzeti türelmetlenség szítása helyett könnyű testi sértést okozó verekedésnek minősíti az incidenst, amiért enyhe büntetést szab ki az elkövetőnek. És legtöbbször az alapvető dolog itt az alkoholizált állapot. Ezek a dolgok más településeken is megtörténnek. Mégsem kapja fel őket a sajtó annyira, mint itt. A helyi szerb lakosság is csupán duhajkodásnak látja a dolgokat. Ez nem nemzeti alapon van, hanem mert nincs munkájuk, és a kávéházakban lógnak és verekednek. Higgy el, hogy ez nem nacionalizmus, hanem a politikusok fújják fel az egészet. A falfirkák más tükröznek, bár a radikálisabb üzeneteket, mint a magyarokat a jég alá, rögtön átfestik, de a Szerbia szerbeki, vagy a cirilbetűs Temerin a mi városunk és Koszovó Szerbia része úton útfélen láthatók.
A község magyar vezetősége szerint a magyarokat ért támadások a belgrádi politikát és közhangulatot tükrözik. Amikor erősödik a többségi nemzet üldöztetettségének érzése, főként Koszovón, a Vajdaságban is felerősödik a kisebbségek elleni erőszak. Amikor a újvidéken emlékeznek a razzia áldozatairól, akkor legalább egy magyarokat üldöző vagy halált kiváló falfirkák meg fog jelenni. Legalább annyi, néha több is, ugye? Ezúttal több volt, ezúttal verés is társult hozzá. Koszovó esetében is, amikor ott történik valami Észak-Koszovóban, főleg amikor a szerbekkel történik valami, de mondom, hogy sokkal kisebb dolgok is elégek, ahogy ezek az indulatok kiszabaduljanak. Az Újvidéki Civil Társadalom Fejlesztési Központ részletesen elemezte a Temerinben történő folyamatos nacionalista kilengések kiváltó okát. Az 1920-ig szintiszta magyar településre az elmúlt években több hullámban érkeztek menekültek. Az utolsó a 90-es években történt, amikor a boszniai, horvátországi és koszovói háborúk alatt 5-6 ezer menekült árasztotta el a községet. Szinte minden tizedik lakos menekült, és ez egy 28 ezeres település számára nagy nyomást jelent. Ezek az emberek az egykori Jugoszláviát szétverő nacionalizmus áldozatai, és a község életét is lényegesen befolyásolják. Az elmúlt néhány évben Temerinben a szerb és magyar gyerekek külön iskolákba járnak, más szórakozó helyeik vannak, és nem beszélik egymás nyelvét. Jó táptalaj ez mindkét oldal szélsőséges csoportosulásainak. A nagyobb méretű nacionalizmus kibontakozását pedig csak a kemény büntető politika és az igazságszolgáltató szervek azonos mércéken alapuló bánásmódja fékezhetné meg. Ez a helyi magyar vezetőség mellett a napokban Temerinbe látogató belgrádi magyar nagykövet véleménye is. A kihallgatáson azokat a fiatalokat, akik bekerülnek egy ilyen esetbe, akár áldozatként, akár tettesként, azokat szerbül hallgatják ki, gyenge-rossz szerb nyelvtudásukkal, tolmáccsal, vagy anélkül a fordításban elvesznek az árnyalatok, olyan jegyzőkönyveket írnak alá, ami ugye egyszerűsít, megváltoztatja a dolgot. Utána, ha nincs tovább pénzük ügyvédre, akkor már nem merik ugye visszavonatni azt a vallomást, ami később a bírósági szakaszban döntő lehet. Sem a szerb sajtó, sem a kormány eddig nem igen foglalkozott érdemében a magyar verésekkel. Viszont mielőbb szigorú intézkedéseket kellene foganatosítania meggátolások érdekében, ha a Szerbia nem akarja Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését veszélybe sodorni azzal, hogy az országban mind a kisebbségi, mind az emberi jogok semmibe veszik. Roma rapperek kampányolnak a cigány gyerekek oktatásáért Csehországban. A népszerű zenészek arra hívják fel a szülők figyelmét, hogy csemetéiket ne a kormány által támogatott speciális iskolákba, hanem hagyományos cseh oktatási intézményekbe írassák be. Škola je to, co k životu potřebuju. Tady mám možnost něčím být, já to neignoruju. Fontos, hogy tanuljak, mert csak így érhetek el valamit az életben. Adjátok meg ezt az esélyt. Apám ne küldj engem speciális iskolába. Énekli a csehországi United Gypsy Crew frontembere. A Ne légy buta című dalban a néptagú banda élesen bírálja a cseh oktatási rendszer. Szerintük a roma speciális iskolákban alacsony színvonalú a képzés. A dal azt üzeni a romáknak, tanulás nélkül nincs esélye a jövőben. A klip 3 hete került fel az egyik videó megosztóra. Eddig több mint 40 ezeren nézték meg. A jeleneteket Prága ismert helyszínein forgatták, az egyiket épp a patinás Vinohradi színház színpadán. Ezen a helyen készült az együttes Ne légy buta című dalának egyik videóklipje. Én egy pozitív karaktert játszom benne. Az ötlet, hogy zenével küzdjenek a romák esélyegyenlőségéért az oktatás területén, a roma kisebbség ügyeit felkaroló Slovo 21 szervezettől származik. Ők finanszírozták a klipet is. A klippel arra akarjuk ösztönözni a szülőket, hogy ne adják a gyermekeiket speciális iskolákba, és ne engedjék meg, hogy a hatóságok ilyen intézménybe kényszerítsék őket. Szerintem ez az egyik legnagyobb gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény a Cseh Köztársaságban.
pošetného do základky, aby si něco bylo. I když je cigán, tak není dilino. Má nadání pro vzdělání, který je k mání. Chytrej domáš, prosím dítě, zvlášť školu neschání. Szívesen vállaltam a felkérést, mert látom, hogy hová jutnak azok a velem egykorú tinédzserek, akik csak speciális iskolát végeznek. Ezért döntöttem úgy, hogy a csapattal együtt részt veszek ebben a produkcióban. A szakember szerint a speciális iskolákba járó roma gyerekeket számos kudarc éri. Kortársaik lenézik őket, és néhány tanár sem figyel oda eléggé a képzésükre. Azért pedig, hogy a legtöbben mégis itt kötnek ki, az iskolai előkészítőket és a tájékozatlan szülőket is felelősség terheli. Az iskolai szegregáció és az úgynevezett speciális iskolák 50-60 éve a cseh oktatási rendszer részét képezik. Ezen sürgősen változtatni kellene. Annál is inkább, mert az Európai Unió országaiban is eltérően kezelik ezt a kérdést. A roma szegregációt régóta bírálják a különböző nemzetközi szervezetek is. 2007-ben osztravai szülők panaszt nyújtottak be az Európai Emberi Jogi Bírósághoz, amiért a hatóságok gyermeküket nem a képességüknek megfelelő osztályokba küldték. A taláros testület határozata szerint a prágai kormányzatnak meg kellett volna szüntetnie a szegregációt az oktatásban. A cseh tanfelügyelő 2012-es felmérése azonban azt igazolja, a roma gyermekek elkülönítését nem sikerült teljes mértékben eltüntetni a cseh iskolai rendszerből. Újra látogatható a bécsi kincstár. A Habsburg család gyűjteményéből most 2700 négyzetméteren összesen 2200 műtárgyat állítanak ki. A múzeum az elmúlt 10 évben felújítás miatt zárva volt. Az újranyitás alkalmából hetente 20 000 látogatót várnak. Fénylő aranytárgyak, csillogó drágakövek, márványmellszobrok. Újra látogatható Európa legnagyobb műkincsgyűjteménye a bécsi kincstár. A tárlat 18 teremben 2200 kiállítási tárgyat mutat be. A gyűjtemény egyedülálló és felbecsülhetetlen. Minden darab egy remek mű, igazi kézi munka. A Habsburg család életének és történelmének egy élő darabkája, ami összeköti a múltat a jelennel. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell mutatni és a jövő számára megőrizni. Örülök, hogy ezt a legmodernebb technológiával sikerült megvalósítania a Szépművészeti Múzeumnak. A Habsburgok gyűjteménye a középkor és az újkor legértékesebb műalkotásaiból áll össze. A kincsek között ötvös munkák, bronzból, kőből és elefántcsontból készült tárgyak, értékes órák és bonyolult önműködő szerkezetek szerepelnek. Egy új koncepciót dolgoztunk ki. Úgy döntöttünk, hogy inkább a történetmesélésre helyezzük a hangsúlyt. A látogatókat végigvezetjük a Habsburgház gyűjtési kultúráján a középkortól a reneszánszig. Három szekció és három párhuzamos történeti fonal mentén. Így az kerül a középpontba, hogy a tárgyak mitől egyedülállóak és rendkívül értékesek. A kiállításra hetente 20 000 látogatót várnak. A kényelmes múzeumlátogatás érdekében és a tömeg elkerülése véget minden látogatónak egy időhöz kötött kiegészítő jegyet kell váltania. A jegy ingyenes, de segít abban, hogy tervezhetővé váljon a múzeum látogatása. Ezzel el tudjuk kerülni, hogy egyszerre ezrek tolongjanak a vitrinek előtt. A látogatók így akár egész hosszan is csodálhatják a kiállítási tárgyakat. Nyugodtan elolvashatják az információkat, élvezhetik a látványt, mégsem alakul ki tömeg a termekben. A kiállítást 2002-ben zárták be a termek restaurálása miatt. A cél azonban nem a több száz évvel ezelőtti állapot visszaállítása volt, mivel nincsenek képi források a kincseskamra eredeti változatáról. A 2002-ben bezárt kiállításhoz képest rengeteg újdonságot vezettünk be. Az összes terem megújult technikai szempontból, klímaberendezést építettünk be, újfajta konzerválási technikákat, új világítást és biztonságtechnikai rendszereket telepítettünk. Emellett olyan eszközöket is beszereztünk, amik segítenek a látogatóknak a tárgyak működésének megértésében. Hosszú idő után először látható a gyűjtemény legértékesebb darabja is, egy arany szobrokkal ékesített reneszánsz sótartó.
A Salieri néven ismert asztali díszt Benvenuto Cellini olasz mester készítette első Ferenc francia király megrendelésére. A bécsi kincstár az ország legfontosabb kultúrkincse, de a gyűjteményben nem csak ausztriai műkincsek szerepelnek, hanem egész Európa és a világ több pontjáról is érkeztek tárgyak. Ezért az újranyitás nem csak Ausztriának, hanem az egész világnak egy ajándék. A gyűjtemény háromnegyedek közel 8000 tárgy továbbra is a múzeum raktáraiban pihen, mivel nincs elég hely a kiállításukra. Barcelona, Bécs, Havanna, Riga, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Palermo, Budapest, Brüsszel mellett immár Szabadka is a szecessziós városok hálózatába tartozik. Szerbia a legészakibb városában abban bíznak, fellendül a turizmus, valamint hogy különböző pályázatokon sokkal könnyebben szerezhetnek támogatást az értékes örökség megóvására. Térkép holnap is lesz, most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!